Ma reggel szeretnék megosztani veletek egy üzenetet, amit tegnap este fejeztem be. A címe Izrael, mint Isten népe, elhívása és ideje. Mielőtt paradicsommal dobálnátok meg, ma reggel valószínűleg meg fogtok döbbenni, ha megtudjátok, mint zsidó, mint izraeli, mint valaki, aki Jeruzsálemben született, Júda törzséből, elmondom nektek, hogy Izraelnek van egy lejárati ideje, de nem az, amire ti gondoltok. Okay? Tehát ezt végig kell hallgatnod, mielőtt már is elkezdenétek twitterezni, hogy eretnek vagyok, és eretnekség folyik itt. Imádkozunk. Atyám, köszönöm neked a te igédet. A te igéd igazság. És kérünk téged, hogy szentelj meg minket ma a te igazságod által. Ma reggel tényleg nem akarunk emberi bölcsességre hallgatni. Tőled akarunk hallani. Ezt köszönjük neked Jézus nevében. Amen. Tehát, merüljünk bele ebbe az üzenetbe. Először is, sok félreértés van Izraellel kapcsolatban, mint azt ti is tudjátok. Az embereknek nehéz dolguk van ezzel a nemzettel. Lássuk be. 2000 éve, hogy eltűntünk erről a földről, és mindenki elég jól érezte magát ezzel, mert hé, most már a kereszténység teljesen egyedül van, nincs konkurencia. Aztán jön Izrael állama, és minden megváltozott. Akkor az emberek elkezdtek gondolkodni, most akkor zsidónak kell lennem, vagy mi legyen? Nagyon érdekes, mert a kereszténységen belül két közös állítás van Izrael kapcsolatban, mint mindkettő helytelen a Szentírás szerint. Az első az, hogy Izrael helyében az egyház lépett. Valóban azt mondják, hogy 2000 évvel ezelőtt, amikor az egyház megszületett, az volt a vége Isten és Izrael kapcsolatának. Ennyi. Az egyház felváltotta Izraelt. De a másik állítás sem kevésbé helytelen, ez az, hogy Izrael az örökké valóságig Istentől elszakított nemzete maradt. Meg kell tehát értenünk, hogy egyik sem Isten szívén és Isten igényén alapszik. Olyan dolgokon alapszanak, amelyeket Isten igényének a szövegkörnyezetéből ragadtak ki. Tudjátok, amikor Isten megteremtette a világot, nem zsidónak teremtette Ádámot. Oké? Ádám nem volt körülmetélve, és a szombatot sem ünnepelték az Édenkertben. Izrael kiválasztása pedig természetesen később kezdődött. Tudjuk, hogy 1 Mózes 12 fejezetében az 1-3 verse az, amikor elkezd foglalkozni Izraellel. De Izrael nem létezett a Teremtés könyve elején, és meg kell értenetek, hogy a világunk története nem Izraellel kezdődött. Ezt nagyon világosan fel kell ismerned. Csak az özönvíz és a Bábel tornya után Isten egy népet hívott ki magának. Tudjátok, hogy Isten egy tökéletes világot teremtett. Egy olyan világot, amely eredetileg nem arra volt számva, hogy elpusztuljon. Látta a dolgokat, és azt mondta, ez nagyon jó. Ádámnak uralma volt minden felett, amit Isten teremtett. Az ember nevezte el az összes állatot, azok mind alávetették magukat neki. Hívhatta az oroszlánt, és mondhatta neki, hogy üljön le, és le is ült. A kígyók nem haraptak, vagy nem mérgeztek volna minket az eredeti terv szerint, amit Isten tervezett. De ahhoz, hogy Istent igazán imádjuk, és igazán szeressük, ezért szabad akarat adott az embernek, különben soha nem imádták volna őt igazán, és nem szerették volna igazán. Nincs szeretet szabad akarat nélkül. Nem
Szeretnéd, ha a gyermekeidet arra programoznák be, hogy azt mondják, hogy szeretnek téged. Azt akarod, hogy ők akarják ezt mondani, hogy szeretnek téged. Ez az, amiről Isten szól. Tehát a szabad akarat bejött, és tudjuk, hogy a bűn belépett. Mindnyájan tudjunk a Bibliánk első néhány fejezetéből, hogy a bűn már mozgásban van, és minden nagyon-nagyon gyorsan elromlik. Izrael csak Ábrahámon, Izsákon és Jákobon keresztül lépett a színre, miután a bűn már belépett a világba, de Izrael nem a teremtés kezdetétől fogva volt kiválasztott, ezt nem szabad elfelejtenünk. Nyilvánvaló, hogy a Biblia legrosszabb része 1 Mózes 6. fejezete 5. 6. verse. Ezek a leginkább legszomorúbb versek az egész Bibliában. És látta az Úr, hogy nagy az ember gonoszsága a földön, és hogy szívének minden gondolata csak gonoszság volt folyamatosan, vagy szüntelen. És most jön az egész Biblia legszomorúbb része. És megbánta az Úr, hogy az embert a földre teremtette. Megbánta. Egyetlen bűnnel kezdődött mindössze egy fa, egy gyümölcséről, és itt véget ért az egész út, mert az ember minden gondolata csak gonosz volt folyamatosan. Bábel tornya. Mi történt ott? Azt gondolnánk, hogy ez egy ártatlan dolog volt. Csak összegyűltek, építettek egy tornyot. Mi itt a nagy ügy? Dubajban is ezt csinálják. Nos. Valójában azzal leplezték le magukat, hogy azt mondták, hogy építsünk egy tornyot, és akkor azt mondták, szerezzünk nevet magunknak. Az egész szempont az volt, hogy Istennek ki kell maradni a képből. Az emberek akarnak uralkodni, és nevet akarnak szerezni maguknak. Van egy dolog, ami miatt Isten mindig aggódik, ez az ő neve, emlékezzetek erre. Most hirtelen az ember nevet akar szerezni magának. Ezért mondja 1 János 2.10, hogy minden, ami a világon van, mi, a szem kívánsága és a büszkeség. Igen, de a görög aladzónia szó valójában az eszközökre való gőgöt jelenti. Dicsekszünk a nevünkben írt helyekre, és azzal, amit megszereztünk és megvásároltunk azzal, amit megkerestünk. Nevet csinálunk magunknak. Azt hiszitek, hogy csak akkor ez még most is így van. Ez egy kultúra. Mert rossz példaképekkel vesszük magunkat körül. Diszfunkcionális családok a valóság showban mindenki számára példaképé válnak. Szóval itt vagyunk, egy olyan világ, ami ilyen gyorsan romlik, annyira gyorsan, első fejezettől a 6. fejezetig, és már is végeztünk. És akkor Isten úgy döntött, hogy ő egy zászlós hajó nemzetet akar. Most a zászlós hajó nemzet azt jelenti, nem feltétlenül azt jelenti, hogy ők jobb emberek. Nem, valójában egyáltalán nem. De ez egy olyan nemzet, akin keresztül ő munkálkodni fog. Ez Ábrahámmal kezdődött, 1 Mózes 17-15-ben. Akkor Isten azt mondta Ábrahámnak, ami Szárait, a te feleségedet illeti, ne nevezd Szárainak a nevét, hanem Sára legyen a neve. Megáldom őt, és fiút adok neked tőle. Isten azt mondta egy öreg embernek, hogy fiút ad neki az öreg feleségén keresztül. És azt mondta, akkor megáldom őt, és nemzetek anyja lesz, népek királyai származnak majd tőle. Akkor Ábrahám arcra borult, és mit csinált? Nevetett. Mint azt hitte, hogy Isten nagyon jó humorérzéke van. És azt mondta a szívébe, ezt szeretem, azt mondta a szívébe, mint a Isten nem igazán értené, hogy mit mondunk a szívünkbe. Szívébe mondta, nem merte hangosan kimondani, ezt mondta a szívébe. Szülhet egy gyermeke egy 100 éves embernek, és szülhet egy gyermeke Sárának, aki 90 éves?
És mondta Ábrahám, most Ábrahám Istenhez beszél. Először nevet a szívében, aztán így szól Istenhez, ó, hogy Izmael élne előtted. Azt hitte, hogy Isten szenil, és Isten valószínűleg Izmaelre gondol, aki már megszületett. Szóval, igen, igen, köszönöm, Uram, igen, Izmael, igen. És mondta Isten, bocsáss meg, nem vagyok annyira öreg, nem Izmaelről beszéltem. Akkor mondta Isten, nem, Sára, te feleséged szül neked fiút, és nevezd el nevét, minek? Yitzhaknak. Nevetés. Nevetni fogsz, nevettél, így fogod nevezni a fiadat. Hála Istennek, hogy csak nevetett. El tudjátok képzelni, hogy tüsszentett volna. Vagy köhög. És azt mondta, örök szövetséget kötök veled, örökkévaló szövetségre, és az ő leszármazottaival, az ő utána való utódaival. Aztán természetesen jött Izsák, és Izsáknak azt mondja 1 Mózes 25-ben, ez Izsáknak, Ábrahámnak fiának nemzetsége. Ábrahám nemzette Izsákot, Izsák 40 éves volt, ez már jobb 100 éves volt, az első most 40. Izsák 40 éves volt, amikor feleségül vette Rebekát, Padan Aram szíriai Betuel lányát, Lábán testvérét, és meddő volt, és az Úr meghallgatta az ő kérését, és Rebeka az ő felesége teherbe esett. De a gyermekek összeveszének az ő méhében, és mondta, minden rendben van, miért vagyok én ilyen? Elmenvén azért, hogy megkérdezze az Urat. Az Úr pedig mondta neki, 2 nemzet van a méhedben, 2 nép válik el a testedből. Az egyik nép erősebb lesz a másiknál, és az idősebb szolgálja majd a fiatalabbat. Húha! Aztán persze Jákob lesz a király. Amennyire én tudom, először említi az ikreket a Biblia. És persze Jákob ott van 1 Mózes 32-ben, felkelt azon éjszakán, fogta 2 feleségét, 2 szolgálóját, 11 fiát, és átkelt a Jábok gázlón, és fogta őket, átküldte őket a patakon, és átküldte, ami nála volt. Akkor Jákob egyedül maradt, ekkor valaki birkózott vele, napfelkelték, amikor pedig látta, hogy nem győzedelmeskedik ellene, megérintette csípőjének a forgócsontját, és Jákob csípője csontja kibillent az ízületből, mikor pedig vele birkózott, és mondta, engedj el, mert hajnalodik. Ő pedig azt mondta, nem engedlek el, ha meg nem áldasz engem. Akkor mondta neki, mi a te neved? Ő pedig azt mondta, Jákob, és mondta, a te neved többé ne Jákobnak hívják, hanem minek? Izraelnek. Mert küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél. Akkor Jákob megkérdezte, mondván, mondd meg a te nevedet, kérlek, mondd meg a nevedet. Pedig így felelt, miért kérdezed az én nevemet? És megáldotta őt ott. Hű, micsoda találkozás. Egy ember egész nemzet nevét kapja. És amikor Isten feltámasztotta Mózes 100 évvel azután, hogy Jákob Egyiptomba ment, nagyon világossá tette, hogy továbbra is meg fogja őrizni a szövetséget. Ezt látjuk 2 Mózes 6-ban. 2:8. Szólt Isten Mózeshez, és ezt mondta neki, én vagyok az Úr, megjelentem Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak, mint mindenható Isten, de az Úr nevemről nem ismertetek meg engem, és szövetséget is kötöttem velük, hogy nékik adom Kánaán földjét, az ő jövevénységük földjét, amelyben tartózkodjanak, és meghallottam Izrael fiainak nyögését is, akiket az egyiptombeliek rabságban tartanak, és megemlékeztem a szövetségemről. Szeretném, ha ezt mondnátok, megemlékeztem a szövetségemről. Ezt mondta Isten? Ezt mondtam, mindent láttam. Megemlékeztem a szövetségemről. Ezért mond Izrael fiainak, én vagyok az Úr,
Én szabadítalak ki titeket az egyiptomi szolgaság alól, megszabadítalak titeket az ő szolgaságukból, és kinyújtott karral, és nagy ítélettel szabadítalak meg titeket. Népemmé foglak titeket, és én leszek a ti istenetek. Ezért iszunk 4 pohár bort a páskán. Minden egyes ígéretért, amit ő mondott, hogy meg fog tenni. Én nem ajánlom a borivást, ez nem olyan, mint hogy most erőltetném, csak azt mondom, hogyha azon tűnődsz, miért 4 pohár, ez az oka? Mert pontosan tudom, hogy néhány ember fogja venni ezt a részletet ebből az üzenetből, és valami más fog kijönni belőle. Akkor persze, nézd, az emberek kimerevítik a videóimat, és azt mondják, hogy imádom sátánt, mert ezt mondom, ez őrültség. Nézd meg ezt. Akkor ezt mondta, akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, a ti istenetek, aki kihozzalak titeket az egyiptomiak nehéz munkája alól. Beviszlek titeket arra a földre, amelyre megesküdtem, hogy kinek adom? Ábrahámnak, Izsáknak, Jákobnak, és nektek adom azt örökségül. Én vagyok az Úr. Ez az. Az egész harc Izrael földjén most. Palesztinok, Izraelnek. Kinek a tulajdona a föld? Csak egy van, aki ítélkezik. Egy, aki dönt. Egy, aki megígérte. Egy, aki odaadta. Mint mit? Örökséget. Örökséget, és ő köti meg azt a névével. Én vagyok az Úr, azt mondta. Nem az ENSZ, az Egyesült Senkik vagy a Feleslegesek. Én vagyok az Úr. Akkor miért választotta Isten Izraelt? Úgy értem, mi volt az értelme? 5 Mózes 7:6-8. Mert szent népe vagy te az Úrnak, a te Istenednek, az Úr, a te Istened választott ki téged, az Úr, a te Istened választott ki téged. Nem te választottad ki magad, hanem az Úr, te Istened választott ki téged, hogy nép legyen a maga számára, különleges kincs a föld minden nép fölött. Ismét ő választotta ki őket, hogy különleges kincs legyen. Nem magukat választották, értitek ezt? Mert ismerték magukat. Ismeritek magatokat. Különleges kincs vagy? Csak Jézus nevében vagy az. Különben nem vagy az. Most pedig ezt figyeld. Az Úr nem azért választott ki téged, nem azért szeretett téged, mert többen voltatok, mint bármely más nép, mert ti voltatok a legkisebbek a népek között, hanem azért, mert az Úr szeret téged, és mert mit? Meg akarta tartani az esküt, amelyet atyáitoknak tett. Az Úr hatalmas kézzel kihozott titeket, és megváltott titeket a szolgaság házából, a fáraónak, az egyiptomi királynak kezéből. Isten ezt mondta. Ezt fogadjátok el. Éljetek ezzel. Fogadd el, vagy ne fogadd el, ez a te problémád. De ő ezt mondta. Látod, Isten Izrael iránti szeretete nem tagadja meg a mások iránti szeretetét. Ez nem olyan, mint ahogy azt mondta, hogy téged választok, téged meg elutasítalak. Szeretlek titeket, a gyűlölöm az összes többit. Nagyszerűek vagytok, ők pedig nem. Ez soha nem volt így. Isten azért választotta őket, hogy rajtuk keresztül közvetítse a szeretetét mindannyiótok felé. Egyszerűen különleges szeretetet érez választott népeire, akiken keresztül végül elküldi fiát is. És egyébként a Biblia arról is beszél, milyen előnye vannak a zsidónak. Van valami előnye a zsidónak? Nem. Félreértés ne essék. Krisztuson kívül van. Krisztusban nincs több. Szóval, ó, én nem akarok Krisztusban lenni. Ó, ha nem akarsz Krisztusban lenni, akkor nincs bűnbocsánatod, nincs örök életed. Semmi.
Az előny Róma 3:1-2-ben áll. Mi előnye van tehát a zsidónak, vagy mi haszna van a körülmetélkedésnek? Minden tekintetben sok, főleg azért, mert nekik voltak átadva az Istennek szavai. Úgy értem, Pál a római gyülekezetnek, az olaszoknak, akik körülnek, hogy van itt valami olasz kapcsolat, a római gyülekezetnek, amely egyébként zsidókból és pogányokból állt, Pál elkötelezte magát. Ez egy olyan gyülekezet volt, amelyet Pál soha nem látogatott meg, amikor ezt a levelet írta. Még mindig nem tudja, hogy ki van ott, ki nincs, így ír. Tiszta 16 fejezet tanítást. És az első fejezettől kezdve állandóan Izraelt említi. A harmadik fejezetben azt mondja, hogy a zsidóknak van egy előnyük, mert nekik adták át az Istennek jeleit. Nem lehet csak úgy elvenni őket, mint a semmiségek lennének. Isten nekik adta a jeleket, azt mondta. És Róma 9:1-5 azt mondja, mondom az igazságot Krisztusban. Pál először mond ilyen dolgot, ilyen elképesztő hangsúlyozással. Nézd meg! Az igazságot mondom Krisztusban. Nem hazudok. Az én lelkiismeretem is bizonságot tesz nekem a Szent Szellem által. Alapvetően lefette az összes sarkát, az összes indokát. Azt mondta, nézzétek, amit mondani fogtok nektek. A, ez az igazság. Nem hazudok. Ezt mondja. És amit mondani fogtok nektek, az nem is tőlem van. Az én lelkiismeretem tesz bizonságot a Szent Szellemben. Azt mondja, a Szent Szellem mondja ezt nekem, hogy nagy a szomorúságom, mint zsidó mondja, és folytonos gyász az én szívemben. Mert azt kívánnám, bárcsak én magam is elkárhoznék a Krisztustól, testvéreimért, tesz szerinti honfitársaimért. Ezt mondja, ha megmenthetném a zsidó népet azáltal, hogy én átkozott vagyok Krisztustól, megtettem volna. De ez nem így működik. Nem tudsz hinni valaki másért. Tudod, ez nem így működik. Talán néhány gyülekezetben igen, hogy valaki más imádkozik, valaki más is, és ez téged befedez. Nem. Személyes kapcsolatra van szükséged vele, ezért mondja Pál, már csak működne, hogy átok legyek, hogy a népem higgyen. Aztán nézd meg, mit mond, azt mondja, honfitársaim, te szerint, akik izraeliták, és aztán nézd meg, akihez tartozik az örökbefogadás, a dicsőség, a szövetség, a törvényadás, Isten szolgálata és az ígérete, akik az atyák, akiktől te szerint származott Krisztus, aki mindenek felett van, az örökké áldott Isten. Amen. Azt mondta, nézzétek, mit adott nekik az Isten, nézd, mit tett Isten rajtuk keresztül, nézzétek az ígéreteket, amelyeket adott nekik. Nem tudom csak úgy elküldeni őket, bárhova megyek, minden gyülekezet, minden nemzet, ahol megszállok, akár Ázsia, akár Kis-Ázsia, akár Görögország, először egy zsinagógába megyek, mert tudniuk kell. De aztán Jézus eljött a világba, és valami jelentős dolog történt. Nagyon jelentős. Bár a zsidóknak nagy előnye van, de mindenre nem volt szükség, mert amikor az embernek akadálytalan volt a kapcsolata Istennel. Hölgyeim és uraim, az üdvösség soha nem a hova tartozáson keresztül történik, soha. Nem lehet kereszténynek születni. Várj egy picit, ez van beírva az anyakönyvi kivonatomban. Nem. Azt kellene írni az anyakönyvi kivonatodban, hogy bűnösnek születtem. Ennyi. A Földön egyetlen ember sem született kereszténynek. Senki. Kereszténynek lenni annyi, mint Krisztus követőjének lenni, és ehhez újjá kell születned. Tehát nem születhetsz kereszténynek, ha újra kell születned, ahhoz keresztényé válj. Megértetted? Jézus nem volt keresztény. Na, most a paradicsomot előveszitek. Jézus nem lehetett Krisztus követője, ő a Krisztus. Ő nem keresztény, ő a testet öltött Isten. Ugyanakkor azt mondom nektek, hogy Isten nem zsidó.
Hölgyeim és Uraim, az üdvösség nem a hova tartozás szerint történik. Nem születhetsz. Az üdvösséget nem lehet neked adni, mert egy bizonyos családba, egy bizonyos vallásba születtél. Nem történik meg. Soha nem történik meg. Nem is fog megtörténni. Lukács 3-ban nézd meg, mit ír. Ekkor azt mondta a sokaságnak, akik kijöttek, hogy megkeresztelkedjenek általa. Viperák fajzatai, kicsoda intett titeket, hogy meneküljetek az eljövendő harag elől, termeljetek, tehát megtérésre méltó gyümölcsöket, és ne kezdjétek el mondani, Ábrahám a mi atyánk, mert mondom néktek, hogy Isten képes Ábrahámnak ezekből a kövekből gyermekeket támasztani, és már most a fejsze a fák gyökerére van vetve. Ezért minden fát, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágnak és tűzbe ver. Nézd meg, mit mond Róma 3. Akkor mi most a helyzet? Különbek vagyunk? Semmiképp sem. Már korábban kimondtuk az ítéletet, hogy zsidók és görögök mindjárt bűn alatt vannak, amint meg van írva. Nincs egy igaz sem. Mindjárt elhajlottak, valamennyien haszontalanokká lettek. Nincs, aki jót tegyen, nincs egyetlen egy sem. Mindjárt elfordultak, együtt váltak haszontalanná, nincs, aki jót cselekedne, nincs egy sem. Hűha. És ne feledjük, Jézus a názáreti zsinagógában van. Kinyitotta Ézsaiás könyvét és olvasta. Az Úr szelleme van rajtam. És mindenki azt mondta, igen. Hát Jézus Józsefnek, az Ácsnak a fia, jó gyerek. Ezt az asszonyok a férjeiknek, miért nem ilyen a miénk? Tudjátok, és Jézus azt mondja, olvassa azokat a messiási, csodálatos proféciákat, és akkor Jézus azt mondja, ma beteljesedett az az írás a ti hallásatok előtt. Alapvetően azt mondta, én vagyok a messiás. És tudjátok, mit mond a Biblia? Mit mond a Biblia? Ó, elámultak a tekintélyén, és a kegyelmes szavakon, amelyek az ő szájából eredtek. Ő csak azt mondta, én vagyok a messiás. És ők így szóltak, wow, csodálatos, kegyelmes szavak. Aztán rájuk nézett, tudta, hogy mit gondolnak. És azt mondta, valószínűleg azt mondjátok, orvos, gyógyítsd meg magad. Tégy úgy, mint Kapernaumban. Hallottunk a csodákról. Tedd meg itt is, mi a testvéreid vagyunk. Ez az a falu, itt nevelkedtél. Gyerünk, tegyél valamit. Lássunk téged a tettek mezején. Akkor azt mondta, nem. Azt mondta, sok özvegyasszony volt Izraelben, Illés idejében. De egyikükhöz sem küldték el Illést, csak Szidon Szereptájába, ami a mai Libanon területén van. És sok leprás volt Izraelben, Elizeus proféta idejében, de egyikükhöz sem ment Elizeus, hanem csak a szíriai Námánhoz. Mikor aztán meghalották, hogy nem elég zsidónak lenni. Aztán, amikor meghalották, hogy az üdvösség nem a hova tartozáson múlik, hirtelen eltűntek mindazok a kegyes szavak, melyeket azelőtt mondott, most haraggal teltek meg. Még arra is hajlandók lettek volna, hogy ledobják őt a szikláról. Izrael megalakulásától kezdve egészen a mai napig Isten szándéka soha nem az volt, hogy Izraelt leváltsák. Félre ne értsd. Mózes első könyvének 17 fejezetében ez áll. Fölöttébb megsokasítlak, népek támadnak, és királyok származnak majd tőled. Ez természetesen a Sárának tett ígéret az örök szövetségről, ezek örök birtoklásról. De Jeremiás 31, nézd, mit mond? Nézzétek, eljönnek a napok, azt mondja az Úr, amikor új szövetséget kötök Izrael házával és Júda házával, nem az szerint a szövetség szerint, amelyeket atyáikkal kötöttem azon a napon, amikor kézen fogtam őket, hogy kivezessem őket Egyiptom földjéről. Az én szövetségemet, amelyet megszegtek, azt mondja, nézd, megvan nekik a tóra, de megszedték. Mert a Biblia azt mondja, hogy ha egyet megszedtek, akkor mindent megszegitek. Azt mondja, én adtam nektek a tórát, nyilván. De nem tudják megtartani, senki sem tudja megtartani a tórát. A tórát soha nem azért adták, hogy bárki is meg tudja tartani. Ez egy tükör, hogy megmutassa neked, hogy szükséged van egy megváltójára. Ezt mondja, azok után, a napok után azt mondja az Úr, az én törvényemet az elméjükbe helyezem, és azok után, napok után szívükbe írom azt.
Ez egy szellemi dolog lesz, ez a Szent Szellem, tudjátok, ez nem csak törvény lesz, amit adtak, és aztán ne tanítsa többé mindenki a fele barátját, és kik az ő atya fiát mondják, ismerjétek meg az Urat, mert mindjárt megismernek engem, a legkisebbtől a legnagyobbig, azt mondja az Úr, mert megbocsátom az ő vétkeiket, és az ő bűneikről többé meg nem emlékezem. Alapvetően ez egy proféciát, mert Jeremiás profétáért, ugyanaz a Jeremiás, aki látta Izrael bűnei következményét és Jeruzsálem pusztulását. Ő ott volt, ő írta Jeremiás síralmait, a könyvet, amit valószínűleg minden reggel olvastak. Hölgyeim is ugyanaz. Ez ugyanaz a Jeremiás, aki azt mondja, hogy van remény. De ez ugyanaz a Jeremiás, aki így folytatta, és azt mondta, ezt mondja az Úr, aki a napot világosságnak adja nappal, holdat és a csillagok rendjét, hogy éjjel világítsanak, ki a tengert megzavarja, és hullámai zúgnak, a seregek ura az ő neve. Ha azok a rendelések eltávoznak előttem, azt mondja az Úr, akkor Izrael magva is megszűnik, hogy örökre nemzet legyen előttem. Isten azt mondta Jeremiás próféta által, amíg a nap, a hold és a csillagok ott vannak, Izrael népe ott fog állni előttem, mint nemzet. Pont. Értitek ezt? Bárcsak írhatnék egy levelet az iráni ajatollaknak, és elmondhatnám neki. Ne Izraelre küldjetek rakétákat, a holdra, napra és a csillagokra. Mert csak akkor, amikor már nem lesznek ott, akkor nem lesz több Izrael. Róma 11:28-29 ezt mondja. Az evangéliumról szól. Ellenségek a ti érdeketekben, mert nem hajlandók befogadni, és még hirdetni sem hajlandók. De ami a választottakat illeti, szerettek hallgatóságért, atyákért. Pontosan emlékeztek, hogy Isten azt mondta, az atyátoknak tett eskü miatt választottalak ki titeket? Ami pedig azt illeti az atyákért, mert Isten ajándéka és elhívása, micsoda? Visszavonhatatlan, nem lehet megváltozni. Nos, az egyház Izrael helyébe lépett, tényleg? Most olvastam fel neked azokat a verseket, amelyek azt mondják, hogy ez soha nem történik meg. Most olvastam fel nektek az ígéreteket, melyek Izraelnek még mindig megvannak. Róma 9:6-7, látjuk Izrael múltját. De nem arról van szó, hogy Isten igéje nem hatott volna. Mert nem mindnyájan Izraelből valók, nem mindnyájan gyermekek, akik Ábrahám magvából valók, hanem Izsákban neveztetik a te magod. Akik tehát a test fiai, azok nem. Látjátok? Alapvetően azt mondja, hogy a hovatartozás, vagy az üdvösség nem a testben való hovatartozásod alapján történik. Nem azt jelenti, hogy attól a pillanattól kezdve, hogy Jézus eljött, Izrael már nem Izrael. Azt jelenti, hogy az üdvösség nem az szerint van, hogy hogyan születtél, hogy milyen nemzethez tartozol, érted? Róma 10 a jelenről szól. De nem mindannyian engedelmeskedtetek az evangéliumnak, mert Ézsai is így szól, Uram, ki itt a mi tanításunknak? A hit tehát hallásból van, hallás pedig az Isten igéje által, de én azt mondom nektek, nem hallottátok? Igen, bizony, hangjuk eljutott az egész földre, és szavuk a világ végére. De mondom, nem tudta-e Izrael? Először Mózes mondja, féltékenységre ingerelek titeket azokkal, akik nem nemzet, haragra gerjesztelek téged egy bolond nemzet által. De Ézsaiás nagyon nyíltan ezt mondja. Megtaláltak azok, akik nem kerestek engem. Nyilvánvalóvá lettem azoknak, akik nem kerestek engem. De Izraelnek ezt mondja, egész nap kinyújtottam kezemet egy engedetlen és ellenszegülő népre. Tehát a jelenlegi engedetlenséget látjátok. De aztán Róma 11:1-2 nagyon világosá teszi. Mondom tehát, Isten elvetette az ő népét? Bizonyosan nem, mert én is izraelita vagyok.
Ábrahám magvából, a Benjamin törzséből. Isten nem vetette el az ő népét, amelyet előre megismert, vagy nem tudjátok, mit mond az írás illésről. És így tovább. De azt próbálom elmondani nektek, emberek, hogy az egyház megszületése nem váltotta fel Isten örök szövetségét Izrael népével. Pál valójában óvaintette a hívőket az ilyen tanítástól. Isten nem hagyta el a népét. Biztosan nem, elmondta. Óvaintette a pogány hívőket ettől. Azt mondja Róma 11:12-ben, azt fogjátok mondani, az ágak kitörettek, hogy engem beoltathassanak. Jól mondjátok, ha hitetlenség miatt törettek ki, ti pedig a hit által álltok. Ne kevékedjetek, hanem féljetek, mert ha Isten nem kímélte a természetes ágakat, talán titeket sem kímél meg. Fontoljátok meg azért az Isten jóságát és szigorúságát, azok iránt, akik elestek szigorúságást, veletek szemben pedig jóságát, ha megmaradtok az ő jóságában. Különben ti is kivágattok, és ők, ha nem maradnak meg a hitetlenségben, beoltatnak. Mert Isten képes őket újra beoltani. Mert ha a természet szerinti vad olajfából kivágattatok, és a természet ellenében beoltattatok a szelíd olajfába, mennyivel inkább lesznek ezek, akik természeteságok beoltva a maguk olajfájába. Nem felejtette el őket. Van remény arra, hogy visszakerüljenek beoltva az eredeti fájukba. Értitek? Nem, én még mindig hiszem, hogy ő helyettesítette őket. Jogod van azt hinni, amit csak akarsz, csak az nem szentírás szerint van. Ennyi az egész, akár zsidó, akár pogány, senki sem mehet be Isten országába, hanem csak kik, akik újjászülettek. Amikor az angyal elküldetett Egyiptomba, hogy megölje az elsőszülötteket, nem kapta meg a zsidók GPS helyzetét, hogy hol vannak a zsidók. Csak azt kapta meg, hogy ölje meg az összes elsőszülöttet. Valójában még azt a feladatot sem kapta, hogy ölje meg a pogány elsőszülötteit. Sőt, még azt a feladatot sem kapta, hogy kimélje meg Izraelt. Egy utasítást kapott, ahol meglátod a vért, került ki azt a házat. Ennyi az egész. Hölgyeim és Uraim, János 3. fejezete. Volt egy ember a farizeusok között, akit Nikodémusnak hívtak, a zsidók egyik vezetője. Ez az ember éjjel Jézushoz mért éjszaka. Jézus nem volt népszerű, ezért nem akart találkozni vele nappal. Tehát éjszaka jött, egy tekintélyes egy vezető volt, nem akart, hogy nappal lássák Jézus el, ezért éjjel jön, és azt mondta, Rabbi, tudjuk, hogy te Istentől jött tanító vagy, mert senki sem képes ezeket a jeleket, amelyeket teszel, ha csak nem Isten van vele. Nem tudja, hogy ő Isten. Istennek veled kell lennie. Nem. Isten van veled. Én vagyok Jézus, én vagyok Emmanuel. Én vagyok veletek, Isten veletek van. És azt mondja, Jézus pedig felelvén mondva, bizony mondom neked, ha valaki nem született újjá, ezt mondom az olaszoknak, ezt mondom a franciáknak, ezt mondom az araboknak, ezt mondom a zsidóknak, ezt mondom a kínaiaknak, ezt mondom a föld összes emberének, ha valaki nem születik újjá, nem láthatja az Isten országát. Ezt mondta, Jézus mondta, ezt nem láthatjátok Isten országát. Nikodémus ezt mondta, hogyan születhetik újra az ember, ha már öreg? Vajon bemehet-e másodszor is az anyja méhében, és megszülethet? Jézus pedig felelt, bizony mondom nektek, ha valaki nem születik víztől és szellemtől, nem mehet be az Isten országába. Az első születés víz által történik, testben. De a második a szellemi születés. És víztől és szellemtől kell születni. Nem csak egytől. Amikor Jézus belép a színre, egy új ember valósága kezd el megvalósulni, akár zsidó, akár pogány.
Megértitek, ez nagyon fontos, hogy ezt tudjátok. Jézus belépett a színre, minden megváltozott. És mindannyiótok számára jóra változott. Gondoljatok bele, Simeon a templomban az öreg ember tartja a kis Jézust. És ezt mondja Simeon, Uram, most békességben engedd el a szolgádat a te igéd szerint. Mert az én szemeim látták a te szabadításodat. Jézus neve héberül, micsoda? Yeshua, az üdvösség. A megváltó szó héberül, mit jelent Yeshua? Ezért hívták őt Yeshuának, mert ő a megváltó, megváltás. És azt mondta, láttam, szemeim látták a te szabadításodat, melyet minden nép színe előtt készítettél. És nézd, mit mond? A világosságot, hogy kinyilatkoztatást hozzon kiknek? A nemzeteknek, a te népednek, Izraelnek dicsőségére legyen. Ő most nem a nemzetek messiása, aki elfeledkezett Istenről. Ő a világosság, hogy kinyilatkoztatást hozzon a pogányoknak. A pogányoknak meg kell térniük. Miért? A pogányok sok Istenben hittek. Szükségük volt egy megtérésre. A zsidóknak nem kellett megtérniük, hanem megfordulniuk kellett, megbánniuk, mert egy Istenben hittek, de eltévejettek, és nekik vissza kellett térni a helyes útra. Megértitek ezt? Amikor azt mondja, világosságot, hogy kinyilatkoztatáson a pogányoknak, kinyilatkoztatás, hogy egy Isten van, a zsidók már ezt tudták, csak elkezdtek jobban hinni a rabbikban, mint magában Istenben, mondákban, mesékben, más dolgokban, az emberi tanításban, nem pedig Isten igéjében. És mikor megkeresztelkedett, János meglátta őt, János nem mondta, íme az Isten báránya, aki elveszi Izrael bűneit, nézd, mit mond, íme Isten báránya, aki elveszi mit? A világ bűneit. Először történt valami, ami az egész világnak szól. A kinyilatkoztatás fénye a pogányoknak, mely elveszi az egész világ bűnét, ez csodálatos. A kánaáni asszony azt mondta Jézusnak, Jézus elment onnan, és elment Tírius és Szidon vidékére. És íme egy kánaáni asszony jött abból a vidékről, és így kiáltott hozzá. Könyörülj rajtam, Uram Dávid fia, az én lányom démonoktól van megszállva. De ő egy szót sem szólt, az ő tanítványai pedig odajövén sürgették őt, mondván, küld el őt, mert kiáltozik utánunk. Ő pedig felelve mondva, nem küldtek engem, hanem csak Izrael házának elveszett juhai. Akkor az asszony odament, és imádta őt mondva, Uram, segíts nekem, de ő azt felelte, nem jó a gyermekek kenyerét elvinni, és a kiskutyák elé dobni. Azt pedig mondta, igen, Uram, pedig még a kiskutyák is eszik a morzsákat, amelyeket az ő úruk asztaláról hullanak le. Ekkor felel a Jézus is mondta, ó asszony, nagy a te hited, legyen úgy, ahogy akarod. Az ő lánya meggyógyult abban az órában, azonnal. A szamária asszony pedig azt mondta, Jézus így szólt hozzá, asszonyom, higgy nekem. Az asszony azt mondja, nézd, a ti atyátok a hegyeken imádkoznak, a templom hegyen, majd mi atyánk a Gerazim hegyen. Tudod, miért vagy itt? Mit csinálsz? És Jézus azt mondta, asszony, hidd el nekem, eljön az óra, amikor sem ezen a hegyen, sem Jeruzsálemben nem fogjátok imádni az atyát. Érted, hogy mi történt az imént? Épp most jelentette ki, hogy a templom helye lényegtelen attól a pillanattól kezdve, hogy ő megérkezett a világba. És figyeljétek, váltok, nem kell megrémülni, ezt mondta. Mi tudjuk, kit imádunk, mert az üdvösség a zsidók közül jön. Halló? Ez a bizonyíték arra, hogy Jézus zsidóként született.
Mert tudjátok, hányan mondják, hogy Jézus, Jézus első palesztin, Jézus ez, Jézus az. De Jézus néz, Jézus, mit mond Jézus? Ezt mondja, de én az óra is, ez most van. Ezt mondja, most, ahogy rám nézel, ahogy beszélsz hozzám, azt mondta, mikor az igazi imádók szellemben és igazságban fogják imádni az atyát, mert az atya ilyeneket keres, hogy imádják őt. Jézus lényegében azt mondja a szamária asszonynak, azért jöttem, hogy véget vessek a vallásnak. Érted ezt? Elég volt. Miért? Mert az Isten szellem, és akik imádják őt szellemben, és igazságban kell imádniuk. Látjuk tehát, hogy az Ószövetségi ígéretek beteljesednek az Újszövetségben. Izsaiás azt mondja, tényleg azt mondja, túl kicsi dolog, hogy te legyél az én szolgám, hogy felemeld Jákob törzsét, s helyreállítsd Izrael megőrzöttjeit. Világosságul adtalak téged a nemzeteknek is, hogy a föld végső határáig terjedjen az én üdvösségem. Hózsás 2. Aztán elvettem őt magamnak a földön, és megkegyelmezek neki, aki nem kapott irgalmat. Akkor azt mondom majd azoknak, akik nem voltak az én népem. Ti vagytok az én népem. Nézzetek magatokra. Mindnyájan pogányok vagytok. Disznó evő pogányok. Vagy talán nem vagytok disznó evők, de pogányok vagytok. De ti a pogányokhoz tartoztok, és nem voltatok az ő népe, amikor ő itt volt, miatt Jézus eljött. Értitek ezt? Nézzétek, mit mond? Azt mondom azoknak, akik nem voltak az én népem, most, amikor Jézus eljött, amikor a Krisztusban való hit, amikor megérted a kinyilatkoztatás világosságát a pogányok számára, amikor megérted, hogy azért jött, hogy elvegye az egész világ bűnét, akkor azt mondja, ti vagytok az én népem, ezt mondja, és ti azt mondjátok majd, te vagy az én Istenem. Izrael Istene, az Úr Jézus Krisztus, ő most már az Istenünk. Te mondtad ezt. És ki mondta ezt? Hóseás. Róma 9.25, ahogy Hóseás könyvében is mondja, Pál a római gyülekezetnek, az olaszoknak, a spagetti evőknek, azt mondja nekik, az én népemnek nevezem őket, akik nem voltak az én népem, és szeretetté lesz, aki nem volt szeretett. Mert Krisztusban nincs se zsidó, se görög, egy új ember vagyunk. Várjatok, figyelj, egyezünk meg, hogy nem tapsoltok. Ez csak időcsapok, időpocsékolás. Figyeljetek ide, Krisztusban. Krisztusban nincs se zsidó, se görög. De a valóságban, ma a világban van zsidó és van görög. Krisztusban nincs férfi vagy nő, de a valóságban akár átmosták az agyadat, akár nem, még mindig van férfi és nő. Ezt értitek? De ez Krisztusban, ez már nem játszik szerepet. Krisztusban a státuszod, akár férfi vagy nő, akár görög zsidó, az egy, és ugyanaz. Krisztusban új emberek vagyunk, mindannyian egyenlőek. Igen, de én tényleg zsidó akarok lenni. Miért? Hát, mert te zsidó vagy, és a zsidó emberek sokkal... Nem. Figyelj rám. Figyelj. Nem értem, miért akarnak az emberek zsidók lenni. Először is mi nem akarjuk, hogy zsidók legyetek. Másodszor, mi értelme lenne? A zsidóságban az emberek 90%-a csak egyszerű zsidó nép. Majd ott van egy nagyon kis szelete a zsidó embernek, akik leviták és papok. Titeket már eleve papokká léptettek elő. Miért akarod lefokozni magad a néphez? Mi értelme van ennek? Ezt nem értem. Egy új ember, Róma 10. Az írás azt mondja, aki hisz ő benne, nem szégyenül meg, mert nincs különbség zsidó és görög között, mert ugyanaz az Úr mindenek felett bőkezünk mindenkihez, aki őt segítségül hívja, mert aki az Úr nevét segítségül hívja, az üdvözül. Amen.
2 Korintus 5:17. Ezért, ha valaki Krisztusban van, az új teremtés a régi elmúlt, ímé minden újjá lett. Galata 3:26-29. Mert ti mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által, mert ahogyan megkeresztelkedtetek Krisztusban, öltözétek fel Krisztust. Nincs zsidó és görög, nincs rabszolgas, nincs szabad, nincs férfi, nincs nő, mert mindnyájan egyek vagytok Krisztus Jézusban. És ha Krisztusai vagytok, akkor Ábrahám magvai vagytok, és örökösök az ígéret szerint. Efézus 2:11-18. Ezért emlékezzetek meg arról, hogy ti, akik egykor testvérek pogányok voltatok, akik körülmetéletlennek neveznek az úgynevezett körülmetélkedés által, ami testben kézzel végzett körülmetélésnek hívnak, amikor annak idején Krisztus nélkül voltatok, idegen lévén Izrael közösségétől, idegenek voltatok az ígéret szövetségétől, reménység nélkül és Isten nélkül a világban, de most Krisztus Jézusban ti, akik egykor távol voltatok, közel valókká lettetek Krisztus vére által, mert ő maga a mi békességünk, aki mindkettőt egyétette, és lerombolt az elválasztó falat, mivel eltörölte az ő testében az ellenségeskedés, vagyis a parancsolatok törvényét, amely a rendeletekben foglaltatik, hogy a kettőből egy új ember teremtsen önmagában, így teremtve békét, és hogy mindkettőjüket egy testben megbékéltesse Istennel a kereszt által. Ezáltal megölve az ellenségeskedést, és eljött, és békét hirdetett nektek, akik távol voltatok, és azoknak is, akik közel voltatok. Mert általa mindkettőnek egy szellem által van bejárásunk az Atyához. 1 Péter 2. Ti kiválasztott nemzetség vagytok. Királyi papság, szent nap, szent nép, az ő saját népe, hogy hirdessétek annak dicséretét, aki elhívott titeket a sötétségből az ő csodálatos világosságára, aki egykor nem voltatok nép, de most Isten népe vagytok, akik nem kaptatok irgalmat, de most irgalmat kaptatok. Köszönöm, Uram! A pogányok, most jön az a rész, amikor előveheted a paradicsomokat, dobozba is felkészülhetsz. Készülj! Izrael nemzetének valóban van lejárati ideje. Mikor? Emlékeztek, amikor Jeremiás idéztem? Emlékeztek? Holt, csillagok, emlékeztek? Olvassuk el újra. Jeremiás 31:35. Ezt mondja az Úr, aki a napot adja a világosságnak nappal, hold és csillagok rendeléseit éjjeli világosságnak, aki megzavarja a tengert. Ha azok a törvények elváltoznak előlem, azt mondja az Úr. Mondd ezt. Mondd ki ezt. Akkor Izrael magva is megszűnik, hogy örökre nemzet legyen előttem. Tehát mit mondott? Amíg reggel felébredsz, és kint van a nap, a hold ott van, csillagok ott vannak, Izraelt nem lehet helyettesíteni, Izraelt nem lehet elfelejteni, és nem lehet elpusztítani. Azonban azt mondja, ha azok a rendeletek, amiket az előbb említettem, nem lesznek többé ott, akkor Izrael nem lesz többé különálló nemzet. Mikor fog ez megtörténni? Ha-ha! Látjátok? Van egy lejárati idő. Mikor fog ez bekövetkezni? Amikor Isten új eget és új földet teremt, amely tartalmazza azokat, akiknek a neve be van írva az életkönyvébe, és ott lesznek, nézzétek, felolvasom. A Biblia az új Jeruzsálem előtti utolsó ítéletről beszél Dániel 12. fejezetében. Nézd, mit mond? Ebben az időben feláll Mihály a nagy fejedelem, aki őrködik néped fiai felett. Nem csodálatos? Az angyal azt mondja Dánielnek, hogy egy szörnyű katasztrófa fog bekövetkezni Izrael nemzetére. És azt mondja, hogy abban az időben lesz a nyomorúság ideje, amilyen még nem volt, amióta nemzet létezik, egészen addig az időig. Holokausz gyerekjáték volt. Valami sokkal nagyobb dolog fog történni Izraellel. De nézd, mit mond. És abban az időben a te néped megszabadul. Mindenki, aki be van írva,
Hova? A könyvben. Melyik könyvben? Jelenések 20, 11, 15. Akkor láttam egy nagy fehér trónt, és azt, aki azon ült, nek az arc elől eltűnt a föld és az ég, és nem találták a helyét sem. És láttam a halottakat, kicsiket és nagyokat Isten előtt állni, és könyvek nyíltak, és egy másik könyv is megnyílt. Egyes számban utóbb, többes számban először. Azok a könyvek elmondják mindazt, amit az életben tettél. Azok a könyvek elmondják, hogy abba helyezed a hited, aki mindent megtett érted. Nézd, mit mond, várj! Ne elvesztegesd az időt, nézd, mit mond, ezt mondja. Azt mondja az ott állóknak, könyvek kinyíltak, és egy másik könyv is megnyílt, amely az élet könyve, és a halottak megítéltetnek cselekedeteik szerint. Cselekedetek, amiket ezekben a könyvekben írtak, emlékszel? Könyvekben megírt dolgok szerint. A tenger kiadta halottakat, akik benne voltak, halál és a hádész kiadta halottakat, akik bennük voltak, és megítéltetnek mindegyik az ő cselekedeteik szerint, amelyek hol voltak leírva? A könyvekben. Akkor a halál és a hádész a tűzfutamába vetették, ez a második halál. És mindenki, aki nem volt megírva az élet könyvében, a tűzfutamába vetették. Alapvetően. A legvégén, másodpercekkel azelőtt, hogy új eget, új földet, új Jeruzsálemet teremteni, a legnagyobb szétválasztás fog megtörténni, és a kritériuma nem az lesz, hogy zsidó vagy-e pogány, hanem az, hogy a neved mi, be van-e írva a bárány életkönyvébe, vagy sem. És az új Jeruzsálem most jön a csattanó. Látjátok, ígértem, Jeremiás 31-nek van értelme. És mondta Isten egy Mózes 1-ben, emlékeztek? Legyen világosság, és lőn világosság. És látta Isten a világosságot, hogy jó, és Isten elválasztotta a világosságot a sötétségtől. Isten a világosságot nappalnak nevezte, a sötétséget pedig éjszakának. Így lett este és reggel az első nap. És meghallották, hogy az Úristen a kertben járkál a nap hűvösében, és Ádám és felesége elöltözött az Úristen szín elől a kert fái közé. Tehát két dolgot látunk. Egy, Isten azért teremtette ezeket az elemeket, hogy világosságot hozzanak. Kettő, Isten templom nélkül is közösségben volt Ádámmal és Évával. Az Édenkertben nem volt templom, nem volt szükség áldozata, nem volt szükség semmire. Jelenések 21. És láttam egy új eget, egy új földet, mert az első ég és első föld elmúlt. Nem volt többé tenger sem. Akkor én, ha szereted a tengert, a szörfözést, bocsánat, akkor nézd meg. János látta a Szent Várost, az új Jeruzsálemet, amint leszállt a mennyből Istentől. Felkészültem, mint férjének felékesített mennyasszony, és hallottam egy hangos hangot a mennyből, amely azt mondja, íme Isten sátor az emberek között van, és velük lakik, és ők lesznek az ő népe. Maga Isten lesz velük, és maga lesz az Istenük, és Isten eltörli majd. Látod? Isten megint közösségben van az ő népével, de nem láttam benne templomot. Az új Jeruzsálem, nincs benne templom, mert a mindenható Úristen is a bárány a temploma a városnak. Ezt figyeld, nem volt szüksége. Mire? A napra, vagy a holdra, hogy világítson benne, mert Isten dicsősége világította be azt. A bárány, a héberben ez a menóra. A héber. Na, most azonnal változtasd meg a Bibliádba. Ezt nézzétek, két dolgot látunk. Istennek az új égben és új földön nem lesz szüksége napra, holdra, csillagokra. Istennek nem lesz szüksége templomra se. Nincs többé zsidó előny. Nincs többé. Neki adatott a törvény, neki azt mondja, hogy eljutunk oda, hogy nincs többé nap, hold és csillagok. Izrael tehát már nem egy elkülönített nemzet elő előtte.
Mert az új Jeruzsálem azokról szól, akik be vannak írva a bárány életkönyvébe. Izrael megszűnik létezni az új Jeruzsálemben. Nem, mint a Isten gyűlölné, elpusztítaná őket, nem. Az új Jeruzsálem nem Izraelről és a pogányokról szól. Az új Jeruzsálem azokról szól, akiknek a neve be van írva a bárány életkönyvébe. Isten Izraelt választotta ki az világ újraindítása után, özönvíz után többé nem lesz szükség erre a zászlós nemzetre. Miután a bűn eltűnik a képből, és mi megkaptuk a megdicsőült testünket és örök otthonunkat. Nézd meg ezt a táblázatot, ha egy kicsit lekapcsolnánk a villanyt, tisztán láthatnátok. Valójában még a színek is különbözőek. A teremtéstől Ábrahámig nem Izraelnek szól. Ábrahámtól Jézusig túlnyomó részt Izraelről szól. Jézustól az 1000 éves királyság végéig Izraelnek és az egyháznak. Együtt létezünk most. Aztán az örökké valóságban csak azoknak, akiknek a neve be van írva a bárány életkönyvében. Az új Jeruzsálemben már nem zsidókról vagy pogányokról van szó, hanem csak azokról, akik be vannak jegyezve abba a könyvbe. És nem lesz többé íme Izrael. Az egyetlen maradék ebből a szolgálatból az lesz, ezek az emberek az új Jeruzsálem polgárai lesznek. De nem kell majd többi Izrael tanítanom titeket. Ennek a szolgálatnak is van lejárati ideje. Hölgyeim és uraim, ha az örökké valóságot az Úr jelenlétében akarjátok tölteni, akár zsidó, akár pogány, győződj meg róla, hogy a neved szerepel a bárány életkönyvébe, és azzal szeretném befejezni. Mert mondom, hogy ez nagyon komoly dolog. A világ és az ellenség hamis reményeket fog adni nektek. Hamis csatákat, amiket meg kell vívnotok. Hamis álmokat. Úgy értem, ez mind csalás, amit mindenhol látunk magunk körül. Ha nem vagy ma reggel, ha úgy ülsz itt, és nem tudod, hogy meg vagy mentve, és nem tudod, hogy lesz-e örök életed, és nem vagy biztos benne, hogy a neved be van írva a bárány életkönyvébe, ma reggel, ma van az üdvösség napja. Szeretnék mondani nektek valamit. Csukjátok be a szemeteket, én megkérem Pásztor Steve-et, hogy jöjjön. De ez az egész üzenet semmit sem ér, ha úgy hagyjátok el ezt a helyet, hogy nem tudjátok, hogy a nevetek be van-e írva a bárány életkönyvében. Hallottuk már, minden elmúlik, minden megváltozik. Az egyetlen dolog, ami megmarad, az örökké valóságra az, hogy a neved be van írva a bárány életkönyvében. Mindig azt mondom az embereknek, az örök élet mindenkié, de a kérdés az a hely, és a hely, hol fogod tölteni az örökké valóságot? Az Istennel való közösségben, vagy a halálban, ami a tőle való örök és örökké tartó elszakadást jelenti.